Hát érdeklődőt, hát az a megtiszteltetésért, hogy az idei kódolás hetének első webináriumát én tarthatom. Én is bemutatkoznék, tehát Bognára Mária vagyok, magyar történelem szakos tanár, illetve a Kukucska blog szerkesztője, amire nagyon büszke vagyok. Ahogy a cím is mutatja, a humán tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokat szeretnék mutatni, amiben a programozás alapjai lelhetőek fel. Készítettem egy tartalomjegyzéket is. A tavalyi kódvíkre azzal készültem, hogy mesét programoztunk, úgyhogy az első részében erről szeretnék beszélni, ez a programozás dramatizálása címet kapta. Majd ugye hát készülünk az ideire is, itt két ötletet szeretnék bemutatni. Az egyik az, amikor Legóból készítünk társas játékot, és a Legó bábuinkat a Scratch elemeivel mozgatjuk, illetve ezzel a kis robottal hogyan lehet szöveget alkotni. Ez lesz akkor a webinárium témája ma. Feltettem magamnak is azt a kérdést, hogy hát miért van szükség arra, hogy a humán tantárgyakban megjelenjen a programozás, illetve hát nagyon annak az alapja, hiszen humán aggyal nagyon nehéz ráállítani az ember gondolkodását arra, hogy programozzon, vagy én legalábbis ezt tapasztaltam magamon, de a tavalyi év megmutatta azt, hogy erre szükség van. Ugye a magyar órákat nem az informatika teremben tartjuk, ezért olyan eszközöket kellett keresnem, amivel mindenki tud dolgozni, és meg fogjátok látni, hogy ezért nem a szószoros értelmébe vett programozásról van szó, nem gép előtt fogunk ülni, és nem azzal dolgozunk. Hogy miért van szükségre? A legfontosabb az volt számomra, hogy ugye összekapcsoljam a magyar tantárgyat, és az irodalom, a magyar tantárgy nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy nagyon kreatívak legyünk, a képzeletünk, fantáziánk szárnyaljon, illetve az esetleges problémáinkat egy-egy mű kapcsán oldjuk és megoldjuk. Ami még nagyon fontos, hogy itt magyar órán minden diák találkozhat a programozással, nem csak az, aki esetleg elmegy egy informatika szakkörre, és az is, aki abszolút elhatárolódik tőle, mert itt egy kicsit, hát ugye tanórán belül rá is kényszerítettem arra, hogy ezt kipróbálja. A tapasztalatok azt mutatták azonban, hogy ennek nagy sikere van, és volt. Na, az első téma tehát programozás dramatizálással. Augusztus végén volt egy nemzetközi konferencia Budapesten, ahol a Scratch határozott meg mindent, illetve a programozás. Hát belinkeltem ide azt az oldalt, amivel elérhető ez az weboldal. A Scratch egy olyan programozós oldal, ahol a grafikus programnyelvet lehet kipróbálni. Ez azért jó, mert akinek nincsen ráállítva erre az agya, az is nagyon könnyen boldogul vele, hiszen minden egyértelműen le van írva, és nagyon egyszerű a nyelvezete, tehát könnyen érthető. Így amikor 5. osztályba beléptem, és ezt megmutattam nekik, illetve a Scratchnek egyes elemeit csak, akkor nem volt probléma azzal, hogy ők először látták ezt, és először találkoztak ezzel. A másik része, amivel én ezt összekapcsoltam, az a drámapedagógia volt. Annak is csak az egyik témakörét, tárgykörét emeltem ki, méghozzá a gyakorlatokat, hiszen ebben a kötött szabályokat kell követni, meghatározott célt kell elérni, illetve hogy a közvetlen tapasztalatszerzés is fontossá válik. Itt a képen már látható, hogy hogyan is próbáltam ezt megoldani, de itt térnék ki először arra, hogy hogyan került a Scratch magyar órára. Legfőként három elemet emeltem ki a Scratch elemei közül. A legfontosabb volt a mozgás. Ezt kék kis elemeken láthatjuk. Tehát itt például az látható, hogy menj 10 lépést, és fordulj 15 fokot. Ugye mutatja az irányt is, hogy ezt merre kell megtenni. Illetve volt a vezérlés elemsorozata. Itt, ami nehézséget okozhatott, ki is emeltem, ez az úgynevezett ha-függvény, hogyha ugye oda be kell írni, valami történik, akkor ha igen a választ, hogyha úgy gondolom, hogy azt meg kell tenni, akkor mit csinálok, ha nem, akkor
ugyancsak ott van a parancs, hogy mi az, amit tennem kell. A kinézetnél láthatjuk, hogy a szöveges dolgokat tudom programozni, illetve még egy elemet emeltem ki, de ez csak egyetlen egy volt a hangerő, ami majd előkerül a programozás során. Ezeket az elemeket tehát szépen kivettem a Scratchből, nyomtattam, lamináltam, illetve kerestem egy olyan mesét, amit könnyen lehet algoritmizálni. Az állatmesék közül választottam, és ez nem volt más, mint a La Fontaine mese, a Róka és a Gólya. Most szeretném felolvasni a mesét, és szeretném, hogyha velem együtt gondolkodnátok, és néznétek, hogy mit is csináltam, hiszen hogyha bemegyek órára, ugye meg kell mutatnom, hogy mi az, amit majd szeretnék a gyerekektől. Ezért ezt a mesét, ezt én próbáltam programozni. Szépen egy prezentációba felvittem az elemeket, és ilyen kis képeket is hoztam mellé a könnyebb érthetőség miatt. És szépen megismertük a mesét, majd kivetítettem ezt a prezentációt, és végignéztük, hogy mi történik a két szereplővel. Ugye úgy kezdődik a mese, hogy meghívta a gólyát a róka egyszer ebédre. És próbáltam közel hozni a két szereplőt, így a róka ment 10 lépést, hogy érdekesebb legyen a dolog, a gólya az háttal állt a rókának, tehát először is tolattam vele hátra 10-et, és utána fordítottam meg, és így kerültek egymással, majd hogy nem szembe, de egymáshoz közel, az biztos. A következő lépés az volt, hogy ugye a róka meghívja ebédre a gólyát. Na most ugye a mesének minden egyes mondatát nem tudjuk programozni, tehát a mese szövegét azt nagyon le kell egyszerűsíteni, hogy programozhatóvá váljon, tehát a programnyelv szintjére. De ugye minél több elemet ki akartam próbálni, ezért itt van a leegyszerűsített szöveg, amikor a róka azt mondja, hogy meghívja vacsorára, hogy szia, meghívlak vacsorára, eljössz, és ha igen a válasz, akkor kerülj legelőre, mondja a programnyelv, ez azt jelenti, hogy a másik szereplő elé, különben tűnj el, azaz ugye a Scratchnél is egy kis mesét lehet létrehozni, vagy játékot lehet létrehozni, és ott a szereplők mozognak, ugye interaktíva, eltűnik a képernyőről akkor, amikor ezt a parancsort kapja. Na most minden programozásnál nagyon fontos a hibakeresés. Ugye én egy ha-függvényt használtam, és oda írtam, hogy ha igen a válasz, akkor ez és ez történik. Na most, ha mi jól megnézzük, akkor a gólya azonban semmiféle igent nem mond. Tehát itt már az én programozásom hibás, hiszen azt fogja végrehajtani, amire beprogramozzuk, és mivel itt a kettő nincs kapcsolatban egymással, ezért a róka nem fog úgy mozogni, ahogy én előre elterveztem. Tehát ezt, ugye, ez javításra szorul. Utána ugye következik a rész, a következő rész egy lapos tányér tett, színig levessel elébe, a gólya éhes volt, de hosszú csőre miatt egy jó ízű kortyot belőle nem ehetett. A róka nézte, falt és nevetett. Tehát a következő parancs ez volt, küldj egy üzenetet, néz rám. Mit csinál a gólya a néz üzenet érkezésekor? Miközben a róka ugye már három lépést arrébb ment, jön a gólya, odalép, odaugrik a róka helyére, és ugye a róka mondja neki, hogy egyék már édes komám, próbálja motiválni, annak ellenére, hogy a gólya erre képtelen, aki csak ezt tudja gondolni, hogy hát jó, én ennék, de nem érem el a falatokat. Majd úgy programozzuk, hogy 180 fokos irányba néz, tehát ugye csak a tekintete, a feje fordul, illetve most nem azt a parancsot adtam neki, hogy menjen erre vagy arra, hanem olyan lehetőség is van, hogy ugye a koordináta rendszerben gondolkodom, és az XY tengeren keresztül mozgatom az elemet. A következő lépés az volt, hogy aztán a gólya másnap visszahívta a rókát. Ismételten találkozik a két szereplő, tehát a mozgáselemeket használom, lépnek, fordulnak, és ugye beszélnek. Mi történik, ugye? Itt a mese hosszabban taglalja, hogy igen ám, de most ugye a hosszú palackos vacsorát nem tudja megenni, palacban tálalt vacsorát nem tudja megenni a róka, ezért így adja vissza azt a gólya, így bosszulja meg azt a vacsorát, amit neki is át kellett élnie a rókánál. A programozásnál hogyan történt ez? Gondold,
ugyanúgy, hogy nem érem el a falatokat, itt megjelenik a hangerő, tehát kiabálja a gólya azt, hogy egyik már édeskomám, ugye miután ez nem működik, a róka elhagyja a színteret. Na most, ezt nagyon szépen végignéztük mi a gyerekekkel, választottam itt a képen látható két élő robotot is, két szereplőnek, akik szépen végigkövették ezeket az utasításokat. Na már itt beleütköztünk abba az akadályba, hogy hát ugye a mi élő robotaink gondolkodnak, és plusz tevékenységet is belevittek, olyan dolgot is, amire nem programoztuk be őket, tehát ezt is tudatosítani kellett, hogy hát ez mikor működik és mikor él. Eközben ugye megismertük az egyes elemeket, mi mire való. Ezután pedig csoportra osztottam őket, megkapták a scratch elemeket nyomtatva, szépen kiválogatták őket színek szerint, és megkapták a farkas és a bárány, szintén La Fontaine mesét, állatmesét, amit elolvastak, és hát értelmeztek, egyszerűsítették a nyelvezetét, és jöhetett az offline programozás. Erről mutatnék pár képet. Látható, hogy írólapon is dolgoztak, tehát fölírták a két szereplőt, és mindegyiket külön-külön programozták. Mivel ugye nyomtattam a scratch elemeket, ezért konkrétan vannak olyan részek benne, amelyek online állíthatóak, de hát itt ez így nem volt megoldható, ezért szépen papír alapon mellé írták az utasításokat. Mint látható, például azt mondja a farkas, hogy vagyis az az utasítás a farkasnak, hogy nézz a bárány irányába, és mond szia, mit keresel itt az én vizemnél, szól a mondat. Na most, ugye én körbe-körbe jártam, felhívtam a figyelmüket erre, arra, amarra, és szerettem volna, hogyha a szereplők többet mozognak, ezért kértem őket, hogy olvassák el még egyszer a mesét, és nézzék meg, hogy egyáltalán egy helyen van-e a két szereplő, mert ha nem, akkor ugye téves a programozás, hiszen hogyan jutnak egymás közelébe. Tehát itt is nagyon fontossá válik, hogy folyamatosan végig gondolják, akár lejátszák az eddig megjelent programsort, hogy lássák, hogy van-e benne esetlegesen hiba. És akkor folytatták, dolgoztak, próbálták, kiegészítették, figyelték, és az volt az egyik legjobb dolog, hogy nem volt két egyforma programozás a csoportok között, ugye ki melyik részét emelte ki, hogyan képzelte el, és hogyan valósította ezt meg. Úgyhogy nagyon sokféle változat létrejött. Ezután természetesen az élő robotokkal le is játszották, tesztelték. Ezt 5. osztályban hajtottuk végre, magyar órák keretein belül, és 6. osztályban annyival egészítettem ki ugyanezt a feladatsort, hogy előkerültek a táblagépek. Na most ugye itt mindenki, aki ismeri a Scratch-et, azt mondja, felsziszen, és azt mondja, hogy hát igen, de hát nincs is ilyen applikáció, meg hogyan érjük el, meg jó, online el lehet. Itt nem is az volt a lényeg nálam, hanem kiválasztottam egy weboldalt, ez a TimeTempered volt, ami egy közösen szerkesztető dokumentumot jelent. Ahogy most rámentem, ahogy készültem erre a webináriumra, láttam, hogy azonban ez már nem elérhető. Tavaly ősszel ez még elérhető volt, és azért választottam ezt, mert itt is ki lehet választani a színeket a szöveg mögé, és arra gondoltam, hogy ha olyan színeket választunk, amelyek a Scratch-ben is megtalálhatóak, akkor szépen ki is vetíthetjük már, és táblagépen keresztül tudjuk utasítani a robotjainkat, az élő robotjainkat arra, hogy hagyják végre a feladatsort, illetve hogy mit is kell tenniük. Itt látható, ahogy az élő robot veszi az információt, és végrehajtja. Természetesen hát ugye magyar órán csak az én laptopom állt a gyerekek rendelkezésére, de az offline programozás után megmutattam nekik az online lehetőségeket is ebben. Nagyon-nagyon tetszett nekik, és hát ugye még érdekesebb volt a számukra, hiszen tehát mozogtak a szereplők, azt tették, kiválasztották mindenki saját szája íze szerint, hogy melyik kis figurát szeretné. Azt tapasztaltam, tehát nagyon tetszett nekik az óra, és azt kérdezték, hogy mikor fogjuk ezt újra végrehajtani. Ugye a digitális pedagógia belül nagyon sokfélét kipróbáltam már tanórák keretein belül, és ez volt az egyik, ami tényleg azt az eredményt hozta, amit vártam.
Tehát látható, hogy humán tantárgyhoz, magyar órához kapcsoltam, meg volt benne a szövegértés, meg volt benne egy kis dramatizálás, tényleg kötött szabályok alapján követve a program sort, a parancsort, és volt benne egy kicsi programozás, egy kicsi ismerkedés azzal a felülettel, amit majd ugye esetlegesen informatika órán, illetve szakkörön jobban megismer a diák, tanuló, akkor már lesz fogalma arról, hogy egy-egy elem mire való és mire jó. A második ötletem, amit idén szeretnék megvalósítani, egy nagyon egyszerű kis dolog. Arra gondoltam, hogy ugye legózni mindenki szeret, még felnőttként is, és ugye vannak legorobotok is természetesen, ennek a feladatnak azonban ehhez nem lesz köze, hanem legót fogok órára vinni, magyar órára szintén, illetve történelem órára, és megkérem őket, hogy építsenek egy társas játékot. Felírtam ide a képernyőről leolvasható, hogy de úgy gondolom, hogy ezzel mindenki tisztában van pedagógusként, hogy a legónak milyen fejlesztő hatása van, mire jó. És most már ugye egy kicsit belekóstoltunk a Scratchbe, annak a mozgatás, a mozgás elemeit felhasználva egy olyan társasjátékot tudunk létrehozni, ahol majd a bábukat ezzel programozzuk. Az én elképzelésem szerint, és szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt még diákokkal nem próbáltam, tehát ez még csak egy tervezet, és idén fogom végrehajtani. Mindenképpen kellene egy építőkocka, tehát egy jó adag építőkocka, dobókocka, Scratch elemei nyomtatva, laminálva, illetve kérdések, attól függően, hogy milyen tantárból szeretném őket megmozgatni, de lehet vegyesen is. Természetesen, tehát ha én szerencsés vagyok, és egy osztályban magyart és történelmet is tanítok, akkor ugye ezeket nagyon ügyesen össze tudom kapcsolni. De ezt a feladatsort, vagy ezt a társasjátékos ötletet el tudom képzelni bármilyen órán. Társasjáték szabályzatának elkészítése, ez megalkothatja a pedagógus, de a diákok is létrehozhatják, megbeszélhetik, hogy milyen szabályok szerint fognak ők majd játszani. Na, hát elkészítettem a prototípust, én úgy gondolom, hogy a gyerekekenél sokkal fantáziadúsabb és sokkal látványosabb pályát fognak építeni. Ez egy nagyon egyszerűsített változat. Látható, hogy 4 játékos játszhatja ezt a társas játékot, és egy labirintusról van szó. Közelebbről is megfigyelhető. Rájöttem arra aztán, hogy ha 2 egységet hagyok ki, akkor és magasabb falat húzok, akkor a bábúim például el sem férnek, tehát érdemes ilyen dolgokat is kitapasztalni, és megtapasztalni. Tehát a játékosom el fog indulni, és találkozni fog ilyen elemekkel, ezek lesznek a kincsek, amelyeket össze kell gyűjtenie. Ha egy kincshez elért, akkor egy kérdést kap, ez lehet történelmi kérdés, irodalmi kérdés, természetismeretes kérdés, vagy akár idegen nyelvhez is kapcsolódhat. És ha jól megválaszolta, akkor el kell juttatnia ezt a kincset ebbe a ládikóba. Minél többet összegyűlt, annál jobb, hiszen aki a legtöbbet összegyűjtötte, akár nyerhet is. És akkor ugye megint megjelennek a papír alapú Scratch elemek, és próbáltam a szereplőmet programozni, tehát el tudom képzelni azt, hogy dobókockával dobunk, az kezdi a játékot mondjuk, aki a legnagyobbat, vagy a legkisebbet kezdetett, ez megegyezés szerint működhet, és ha valaki kezdi a játékot, akkor meg kell néznie, hogy ja, dobnia kell újra a dobókockával, és annyi lépése programozhatja be, amennyit dobott. Na most van ugye hagyományos dobókocka a 6-os 1-től 6-ig számozva, de vannak ugye most már különleges dobókockák is, ott megjelenhet akár még a 12-es szám is, tehát 1-től 12-ig számozzák őket. Tehát ezt is el kell dönteni, hogy mennyire akarom elhúzni a játékot, mennyire akarom gyorsítani. Én úgy számoltam, hogy minden egyes kis Lego bütyök egy lépést jelent, tehát egy így a programsoron alapján ugye előre megy 4 lépést a kis robotom, majd elfordul 90 fokot jobbra, és lép 6 lépést, és így fog eljutni a kincsig. Majd ugye a választ kell mondani arra a kérdésre, amelyet feltesz neki, vagy egy játékvezető, ha kinevezzük, vagy a játékos társ. Na most az, hogy egy kérdésre kell választani, többre ez megint a szabályzat alapján, amiben megegyeznek a játékosok, úgy működik, vagy működhet.
itt látható, hogy az én kis játékosom elérte a kincset. Ide felírtam egy-két lehetséges szabályt, amiket az előbb már említettem is, tehát fontos, hogy mindent programozással érhet el. Ha mondjuk elérte valaki a kincset, és jól is válaszolt, akkor egy újabb programsorral hogyan érje el a legközelebb a dobozkát, amivel, vagy ládát, ahova eljutatja ezt a kincset. Tehát minden szabály alapján történik, amiben megegyezhetnek a diákok. Jó, a játék elején persze ezt le kell fektetni, hogy a játék közben ne legyen ez vita. Mi van akkor, hogyha hibás a parancsor, kimarad a körből, vagy újra próbálhat, van-e második esély? Tehát ezekben is meg kell egyezni. Ez akár alsó tagozaton is, illetve én 5. osztályba szeretném bevinni, ott szerintem ez működőképes játék és programozás lehet. Na most, szeretném, hogyha a résztvevők megnéznék ezt az ESCII kódtáblát, illetve az én általam Legóból kirakott sorokat, és megfejtenék gyorsan, hogy mit raktam ki Legóból. A fehér Legó darabka az egyes számot jelöli, a piros pedig a nullát. Úgy erre adnék egy kis időt, és esetleg csetablakban be lehet írni, hogy mi a megfejtés. Egy sor az egy betűt jelez, és lefele kell haladni, tehát az első oszlop a megfejtés első szava, a második oszlop pedig a másodiké. Hát remélem jól programoztam, és akkor kapok rá majd válaszokat. Ez is egy jó játék gyerekekkel amúgy, hogy akkor jó legóból tegyünk ki jelszavakat, mondatokat, közmondásokat, idegen nyelvből szavakat, és akkor kódoljuk, mondd meg a megfejtést. Tehát ennek is különböző lehetőségei vannak, hogy hogyan használjuk fel az adott tanórán témához kapcsolódóan. Akkor várok egy picit, hogy esetleg van-e, vagy lesz-e megfejtés. Igen, aki megfejtette, az írhatja. Igen. Nagyon meglepő volt, igen, az elrejtett kódom. Ugye itt a kódvégre koncentráltam. Úgyhogy én ezt is javaslom mindenkinek, ezt, és alsóban is kipróbálható. Lehet időre, vagy csak egy óra lezárásaként, pihentető feladatként, hogy akkor nézzük meg, rakjunk ki egymásnak, vagy én rakok ki nektek, és fejtsétek meg. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon jó kódolási lehetőség. Hát humántantárgyakhoz mindenképpen. Itt ugye én mindenképpen a betűkre koncentráltam, és nem azt néztem, hogy ez a lineáris szám milyen számot jelöl, tehát mindenképpen a betűk kerültek előtérben állam. Jó, ezt itt visszarejtem. Na most, a legnagyobb kedvencem azonban ez, és remélem, hogy hasonló sikert fog elérni mindenkinél, amit nálam is elér. Szövegalkotást összekötöttem Ozobottal, Ozikával, bár most már bővült a család, és van egy fehér kis Ozobotom, mert a képeken meg a videón, amit majd mutatni fogok, egy fekete látható, őt Ozinának neveztük el. Egy nagyon aranyos kis robot, aki színkódókkal közlekedik, tehát színkódókkal kell programozni, és nagyon sokféle lehetőséget ajánl, így nagyon tág azon diákok köre, akik meg tudok vele fogni, hiszen majd ahogy mutatom a feladatsort, el fogom mondani, hogy szerintem melyik korosztály az, aki ezt fel tudja használni, vagy érteni fogja, szeretni fogja, tetszeni fog neki. Szövegalkotásnak egy jellemzőjét is ideírtam. Én nagyon szeretem azt, hogyha a szabadon választható témában a gyermek írja magából az esetleges gondjait, bajait, örömét, tehát bármit, és azt is szeretem, hogyha megmutatják egymásnak ezt, mert nagyon fontos az, hogy egymást értékeljük, és az értékelést csomagoljuk, tehát úgy értékeljük a másikat, hogy azzal ne bántsuk meg, de mégis az esetleges hibákra felhívjuk a figyelmét, és a szövegalkotás is erre nagyon jó lehetőséget nyújt. Na, de nézzük. Tehát itt vannak a színkódok, látható, hogy fekete csíkban vannak különböző sorrendben, piros,
zöld és kék színű kis négyzetek, mindegyiknek megvan a saját jelentése. Tehát látható itt a tetején a sebességét a kis robotnak beállíthatom, hogy milyen irányba közlekedjen, az időt is, tehát megállíthatom például 3 másodpercre, de különböző effekteket is tud, tehát például úgy ő mozog, mint a tornádó, vagy cikkakban közlekedik, beállíthatom a pálya végét. A lényeg az, hogy amikor a pályát rajzolom, akár majd papír alapon, akár majd digitálisan, a fekete az, ami a pályát jelöli, és amikor beleteszem ezeket a kis kódokat, akkor ezeket veszi ez a kis robot, amit a jobb alsó sarokban látható, és végrehajtja. Szeretném megmutatni, mert ugye amikor az ember megveszi ezt a kis robotot, akkor kap hozzá egy icili-picili pályát, amit azonnal ki is próbálhat, illetve letölthető több pálya is, ami, tehát egy előre legyártott pálya, illetve kézzel rajzolhatok is, hát szeretném megmutatni, hogy akkor mit is tud ez a kis robot. Látható, hogy elég gyorsan közlekedik itt. Én azt vettem észre, hogyha ilyen kis helyet adunk neki, hogy a parancsot végrehajtsa, akkor nem mindig sikerül neki azt a parancsot végrehajtani, amit kap. Tehát látható, hogy például pirossal jelöltek egy pályát, itt pirosan kellene világítania, de mivel előtte kapott egy olyan utasítást, hogy nagyon-nagyon gyorsan menjen, tehát ez a nagyon turbó mozgás, ezért olyan gyorsan megy, hogy nem tudja érzékelni ezt a színkódot. Tehát ilyen, amikor saját magunk rajzoljuk meg majd a pályát, vagy készítjük el, vagy a gyerekek készítik el, akkor ilyenkor érdemes felhívni erre a figyelmet, hogy legyen lehet arra, hogy ezeket a parancsokat vegye. Itt látható például egy előre legyártott kinyomtatott pálya. Ugye ezeket a több ozobotomban versenyeztetni is lehet. Itt most csak körbe-körbe megy, mert ugye ott a feketénél nem volt más parancs a számára. És akkor itt van az általam lerajzolt kis pálya, mert az ozobot nem csak irányt változtat, mozog, hanem színt is változtat, tehát ha pirossal megrajzolom a pályát, akkor itt látható, hogy pirosan világít. A fekete pályán van egy világos kék színe, ugye általában így világít, hiszen a pálya, amin közlekedik, az fekete. Illetve ugye a kéknél egy kicsit sötétebbre vált, és eljut majd a zöldig. Egy van. Tehát ilyenekre képes ez a kis robot. Na most azért szeretem, mert mondjuk alsó tagozatosoknál, akár fejlesztő órán, akár magyar órán, bármilyen órán, ahol kipróbálom, ott nagyon fogják szeretni a gyerekek, hogy ők rajzolhatják meg a pályát, akár papír alapon, de szerintem ez még felső tagozatban is nagy élmény. De ha még nagyon digitalizálni akarom a dolgot, akkor van egy applikáció ennek a robotkának, és itt is van egy videóm, ezt elindítom, ahol lehetőségem van arra, itt az oldalsó képek már mutatják is, hogy választak különböző pályákat, ahhoz van egy kis aláfestő zene is, hogy ez a robotocska menjen mindenféle irányban, de lehetőségem van, alul jobb oldalt látható, különböző parancsokat ilyen kör alak formájában felhúzkodni erre a pályára, és akkor nagyon szépen ezeket a robot, hogyha van kellő ideje hozzá, itt most már látszik, bele is kell nyúlnom, tehát a cikcakot nem tudta végrehajtani, mert kanyarodott a pálya, és bele kellett nyúlnom, hogy szegény folytatni tudja az útját, tehát érdemes egy ilyen utasításnál egy hosszabb pályát adni neki. Itt nagyon felgyorsított, itt lesz majd egy kis tornádó rész, tehát elkezd pörögni, mint a tornádó. Na most itt látható, hogy itt is be lehet állítani a sebességet. Általában 3 színből állnak a kódok, amikor különböző effekteket, tehát itt mondjuk milyen irányba menjen, ezt lehet állítani. Ha különböző effekteket akarok beállítani, akkor azonban 4 színből fog, vagy hát 4 egységből fog összeállni a kód. És megmutatom azt is, hogyha fogom és bejelölöm a színt, akkor az ujjamat úszkodva a felületen, a tábla a gépen, belehúzhatok a
pályába, az előre legyártott pályába, és módosíthatom azt. Ugye itt ezekkel a színekkel tudom azt biztos, vagy ezekkel a színekkel tudom biztosítani azt, hogy milyen színnel villogjon az oszlopom, illetve hogyha meguntam azt a részt, amit fölvittem, akár ki is radírozhatom. Na de, ja, még persze, hát hogyan működik ez, hiszen számítógépen is van egy olyan felülete, ami pedig egy a Scratch-re hasonlít, hiszen ugyanúgy grafikus blokkalapú programozásra lesz lehetőségem. A nagyok ezt nagyon fogják szeretni, ugyanis itt is nagyon sok minden beállítható, nagyon egyszerűen, tehát tényleg nagyon érthetően, merre fordul, mennyit megy előre, beállíthatom a színeket, itt vannak különböző effektek is, tehát látható, hogy a szivárvány, meg a tűzijáték. És ami nagyon-nagyon jó az egészben, és ezzel nagyon meglepődnek a gyerekek, hogy az elkészített parancsort úgy adom át a robotnak, hogy nem dugom össze a számítógéppel, meg nem teszek vele semmi ilyesmit, hanem csak ráteszem erre a villódzó képernyő felületre, és ez a villódzás fogja átadni a parancsoromat a kis robotnak. Úgyhogy így, ahogy megmutattam, látszik, hogy papíralapon, táblagépen, számítógépen is használható. Ha valaki filccel szeretné, nagyon egyszerűsítve kisebbekkel megoldhatja. De ha már olyan gyerekekkel szeretném mozgatni az oszlopomat, akik mondjuk szekrecseltek már, vagy tényleg komolyabban foglalkoznak a programozással, akkor ezt a kis oszlopot is tudják hasonló elemekkel mozgatni. Na most, hogyan kötöm ezt a sokat emlegetett szövegalkotással? Bármilyen szöveget létrehozhatok vele, tehát nem biztos, hogy csak magyar tantárgyhoz kapcsolható ez is, mert akár el tudom képzelni természetismeret órán is. A sztori kocka, én úgy gondolom, hogy sokaknak ismerős. Ez egy olyan kocka, amelynek minden oldalán valamilyen kis képecske van, és hogyha dobok a kockákkal, mondjuk egy 5-tel vagy 6-tal, vagy attól függ, hogy hány elemet szeretnék belevinni a történetembe, akkor amilyen elemeket dobtam, azokat bele kell fogalmaznom a történetembe. Na most készítettem egy olyan pályát, ez itt a jobb alsó sarokban látható, ami mindenfele kanyarog, véletlenszerűen oda tettem a sztori kockát, és lehetőségem van arra, hogy ott programozzam az oszlopot, hogy mit tegyen, amikor odaér. Na most, amiért nagyon jó oszlopottal szöveget alkotni az, hogyha én nem programozom be minden egyes kereszteződésnél azt, hogy merre menjen, akkor az oszlopot maga választ, hogy melyik irányba megy tovább, és így a szövegalkotásnál ez számtalan lehetőséget ad arra, hogy a történetemen változtassak, vagy hogy tovább szőjem, hiszen lehet, hogy elmegy egy elem előtt, vagy mellett, és a következő kereszteződésnél visszafordul, tehát újra be kell fogalmaznom azt az elemet a történetembe. Aztán a legnagyobb kedvencem ez, amikor tényleg nagyon látványossá teszem a szövegalkotást, tehát már nem az van, hogy üljél le, vedd elő a füzetedet, ez a cím, írjál fogalmazást, és azt akarom, hogy ő a fejében képzelje el a dolgokat, hanem az történik, hogy közösen is készíthetünk egy olyan pályát, ahol megvannak a kis kiszínezett elemeink, teljesen üresen, hiszen az oszlopot pályáját, ami majd menni fog, azt magunk készítjük el. Na most szeretném megmutatni, hogy én miért készítettem, milyen lesz a prototípus, amit majd a gyerekek ennek megmutatok. Először felvettem azt, amikor ugye végig megy először a pályán az oszlopot, itt például csinál egy tornádót, tehát egy ilyen kódot kapott, majd eljut a következő állomás az aranyhal elé, ahol 3 másodperce meg fog állni, pirosan villódzik. Itt is maga választja az utat, hogy merre megy, hiszen a kereszteződéseknél nem programoztam be azt, hogy merre menjen. A sárkánynál természetesen pirosan veszélyt jelezve fog villogni. Majd ismét visszamegy az aranyhalhoz, ott megint megáll 3 másodpercre.
majd elfordul a gombák felé, itt pörgést fog végrehajtani. De csinált nekem olyat is, amikor lepróbáltam, hogy visszament a szivárvány kapu felé, tehát hogy milyen egyszerű mesét lehet akkor ebből ugye alkotni. Aztán itt azt a parancsot kapta azonban, hogy balra forduljon, tehát itt nem bíztam a véletlenre. Itt azonban megint választhatott, hogy merre megy, sárkány fele vette az irányt, megint pirosan világított, aztán itt azt a parancsot kapta, hogy menjen egyenesen, majd megkapja azt a parancsot, hogy a pályának vége visszafordul. Itt megint mehetne bármerre, ugyanis itt láthatjuk, hogy ez a parancsor nem ér visszafele, hiszen teljesen más a színek sorrendje. Majd megint elment a sárkány fele, pirosan világít. Itt megint visszamehetne a másik irányba, de most ezt választotta, nem megy el a fa felé, hanem elmegy a várhoz, ahol örömtáncot jár és zölden világít. Na most újra lejátszom ugyanezt, hogyan történhet ez mesealkotása. Ugye egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény, aki egy nagy viharba keveredett, amely fölkapta, és a szivárvány kapun keresztül a hétfői sárkány birodalmába juttatta. Találkozott a szaranyhallal, aki három jó tanácssal látta el, de ez a szegény legény nem foglalkozott ezzel, és nagy bátran, minden eszköz nélkül elindult a sárkány fele. A sárkány természetesen jól megijesztette, ezért a szegény legény menekülésre fogta, és visszament az aranyhalhoz, hogy újra meghallgassa a három jó tanácsot. Ennek következtében, mivel most már úgy gondolta, hogy illik szót fogadni, találkozott a három gombával, aki két szerencse makkot adott neki. Ezt megköszönte, majd újra a sárkány felé vette az irányt. Sárkánynál azonban nagyon-nagyon megijedt, ezért nagyon gyorsan elfutott, hogy erőt gyűjtsön, a birodalom legeldugottabb sarkába menekült. Miután összeszedte magát, visszatért a sárkányhoz, ahol a szerencsemakkokat felhasználva legyőzte a retteget hétfejű sárkányt. Ezután a vár felé vette útját, ahol örömtáncot járt, és örömében kiszabadította a királylányt. Most megmutatok egy olyan változatot, amikor ez az ozopotocskánk teljesen más irány vett, és így a mese ugye változik. Természetesen megint viharba keveredett a szegény legény. Átjutott a szivárvány kapun, de most először a gombák felé indult. A gombák odaadták neki a szerencsemakkokat. A szegény legény tovább indult, nagy bátran megint elindult a sárkánnyal szemben, ahol azonban megijedt és elszaladt. Ekkor találkozott az aranyhallal, aki elmondta neki, hogy ezek a szerencsemakkok mire valók, hogyan tudja felhasználni a sárkánnyal szemben. Újra megköszönte ezt a lehetőséget és az ajándékot a három mosolygó gombának, és újra a sárkány felé vette az irányt. Itt a piros világítás megint látszik, majd ugye sárkányt legyőzve ismételten, vagyis hát eljutott ugye a várhoz, ahol kiszabadította az ott raboskodó királylányt. Szóval rengeteg lehetőséget ad az arra, hogy a gyerekek úgy építsék ki, és olyan elemeket használjanak, amilyet szeretnének. El tudom képzelni, hogy 7.-8.-ban mondjuk a feldolgozandó regény szereplőit tesszük ide, és akkor velük alkotunk egy történetet, vagy éppen a regény egy-egy jelenetét játsszuk le, és alkotjuk meg, arra irányítjuk a kis robotunkat, amerre szeretnék. Ezt lehet úgy is, hogy pontosan meghatározom neki, hogy melyik kereszteződésnél merre menjen, tehát hogy ne legyen véletlen a sorrend. De szerintem a fantázia képzelet fejlesztésében, a szövegalkotás fejlesztésében hatalmas nagy lehetőség az, hogy nem tudja kiszámítani a diák azt, hogy merre fog menni, és így tényleg annyiféle történet jöhet létre, ahányan vannak, de még egy gyerektől is nagyon sokféle történet. Tehát nagyon sokféle történetet alkothat. Akkor ez lenne az utolsó, amit meg szeretnék mutatni, hogy hogyan lehet ezt mondjuk történelem órán felhasználni. Ugye játékosan, de mégis programozva, mégis a törihez is van köze.
Négy történelmi eseményt jegyeztem le, és az a feladat, hogy magát a pályát is a diákok rajzolják meg. Tehát ugye én ezt előre is legyárthatom, magát a fekete pályát, és akkor kihagyom, mint a sztori kockánál azokat a részeket, ahova parancsokat kell beszínezni. De még nagyobb feladat és kihívás. Én magam tapasztaltam végig gondolni, hogy majd merre megyek, és hogyan jön ez ki, hogy ne csak egy lineáris, egyenes pályát kapjak, és végig megy rajta az oszopot, és vége, hanem tényleg kelljen programoznom. Itt minden egyes, mivel itt a időrendben kell állítani az egyes eseményeket, nem lehet ozobotra bízni, hogy erre vagy arra forduljon, és majd akkor biztos kijön a sorrend, hanem igenis minden egyes kereszteződésnél meg kell tenni azt, hogy ő merre menjen. Ezt szeretném megmutatni ezen a videón. Itt kap egy egyenes parancsot, majd azt, hogy jobbra kanyarodjon. Ismételten jobbra kell kanyarodnia, ugye a honfoglalása után Szent István, aztán jön egy bal, parancs, bal irányos, Szent István uralkodása után jön az aranybulla, ahol szintén kap egy irányparancsot még hozzá, azt, hogy jobbra kell mennie, és természetesen, mivel az utolsó állomáshoz érkezik, eljárhatja az örömtáncot. Itt egy tornádót fog megint végrehajtani, egy tornádó parancsot hozik a. És akkor itt kapott egy pálya vége parancsot, ezért ő ugye vissza fog fordulni. Én úgy gondoltam, hogy ezek a kis szösztenetek, ezek a kis feladatok megmutatják azt, hogy az én humán agyam hogyan gondolkodik, hogyan próbálkozom azzal, hogy ezeket a tantárgyakat összekapcsoljam a programozással, hogyan próbálkozom azzal, hogy minél több diákot összekapcsoljak ezzel, és a kódvik, tényleg a kódolás hede lehetőséget biztosít számomra arra, hogy tényleg kiemelten figyeljek erre. Úgyhogy belinkeltem ide azt a weboldalt, ahol ehhez a programhoz csatlakozni lehet különböző eseményekkel, és én javaslom is mindenkinek, hogy ezt próbálja ki, illetve próbáljon programozni nem csak informatika órán a gyerekekkel, akármennyire, tehát ezt nagyon kicsi kortól, akár, tehát ezt mondjuk oszobot színezését még óviban is el tudom képzelni. Nem beszélve arra, hogy fejlesztő az irány gyakorlatok mennyivel érdekesebbek így, hogyha én programozhatom be azt a robotot, és arra megy, amerre én szeretném, és meg tudom mondani, hogy az milyen irány. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha esetleg valakinek van kérdése, akkor azt szívesen várom. Akár csetben, akár élőszóban. Mármint ez most jó, akkor megyek sorba. Akkor először a ez egyszerűbbet. Egy ozival dolgozom órán, bár most már kettőre is van kapacitásom. Ezek a kis robotok a sajátjaim, tehát nem még az iskola nem fejlődött odáig, hogy ez megjelenjen. Nem verselemzés, vagy irodalmi művek helyett programozunk. Ez egy szösszenete annak, amit mi magyar órán véghez viszünk. Igen, megtanuljuk a verselemzés alapjait, megtanulunk novellát elemezni, megtanuljuk a műfajokat, műnemeket. Szerintem belefér a magyar órába az, hogy a programozás alapjairól, és tényleg csak nagyon az alapjairól beszéljünk, foglalkozzunk vele. Mármint én használok angol szavakat, akkor el szeretném mondani, hogy én például nem is tudok angolul. Tehát amikor ilyen ötleteket szerzek és keresek, akkor nekem nagyon sok időbe telik az is, hogy az ide esetlegesen külföldi oldalakon látott dolgokat angolul leírva megértsem, és tudjam azt, hogy miről van szó. De én úgy gondolom, hogy
mivel más nyelvet tanultam, ez nem probléma, hanem próbálom megoldani, és igyekszem arra, hogy újabbnál újabb ötleteket vigyek be a gyerekekhez. Igen, az offline példák nem véletlenek, hiszen hát mivel magyar óra nem informatika teremben van, ezért számítógépek elé nem tudunk ülni. 12 táblagépünk van az iskolában, amiket szoktunk használni digitális projektek során, a digitális témahéten, vagy egyáltalán egy esetlegesen egy ráhangolódó feladatnál, vagy egy éppen pihentető feladatnál, de használtuk már a gyerekek okostelefonjait is. Ezeknek mindig nagy sikere volt, de most már ott tartunk, hála Istennek, hogy nem motivációként használom fel ezeket a digitális eszközöket, hanem tényleg azért, hogy a digitális kompetenciát fejlesszem velük. És igen, alsóban is izgalmas lehet ez. Matek órán is, igen. Láttam olyat, amikor felírtak műveleteket, nagyon egyszerű műveleteket, tehát gondolom alsó tagozatosoknak szólt, és mellé odaírták az eredményeket, és akkor akár fejlesztő órán is alkalmazható ez. A gyerekeknek kellett ugye összekötni a helyes válaszsal a műveletet, vagy hát az eredménnyel, és ugye közben, miközben a robot arra megy, akkor különböző effekteket is, vagy különböző mozgásos dolgokat is végrehajthat. Középiskolában én úgy gondolom, hogy szintén alkalmazható. Ugye attól függ, hogy mennyire akarom játékosra venni, mi az, amit el szeretnék érni vele, mi a célom. És igen, ami nagyon jó, hogy gondolkodnak, tehát nekem is nagyon sokszor végig kell gondolkodnom, milyen irányba megyek. Tehát előre az ember fejbe lejátsza, mert nem neki áll a filter rajzolni, és hanem gondolkodik közben, húzom a vonalat, merre fog menni, milyen parancsot adok neki. Én a csoportmunkánál nagyon szeretem a négy főset. Tehát, hogyha megoldható, úgy szoktam kezdeni, hogy 5.-6. Pármunkában dolgozunk, mert úgy gondolom, hogy ha azt megtanuljuk, hogy hogyan tudunk a másik emberrel együtt dolgozni, akkor esetlegesen csoportmunkában sem veszünk el. Én a négy fős csoportokat szeretem. De dolgoztunk már 3 fősbe, dolgoztunk 5 fősbe, és nagyobban nem. Mozogott, hát olcsóbb, mint egy Lego robot, nem tudom, hogy mondhatok-e árat. Húsz-húsz körül. 20 000 forint körül van. De ebben benne van egy kis, tehát benne van a kis robot, meg annak van egy kis fedője, amivel védi, hogyha leesik, se törjön össze, és ezzel együtt közlekedik, tehát ebben egy ilyen kis borítás, olyan, mint egy bukós isak. És van hozzá egy kis rövidke leírás, van hozzá egy papírpálya, de az oldalán ennek a robotnak elérhető nagyon sok letölthető pálya is, illetve ötletek. Tehát külföldön már elég sok megoldást láttam arra, hogy hogyan lehet ezt órákon használni, és mondom, főleg természettudományos tantárgyaknál alkalmazták eddig. Tehát például ott láttam ezt a nagyon egyszerű matekos példát is. Igen. Tehát rajza teljes mértékben. Tehát el tudom képzelni azt is, hogy rajzórán elkészítik a kis elemeket, és mondjuk, tehát akár ott is mesélhetnek, tehát nem muszáj átvinni magyar órára és ott folytatni. Tehát összekapcsolható, igen. Az, igen, én is úgy gondolom, hogy az alsós kisdiákok nagyon fognak neki örülni. Nekem is a kisebbik fiam alsó tagozatos, és nagyon tetszett neki, tehát már maga a menete, hogy elkészítjük, kiszínezzük, felragasztjuk, merre megy majd a kis robot,
mit fog csinálni, ott most jobbra kanyarodik, balra kanyarodik, csináljon egy tornádót, mert az olyan jól néz, itt most így világítson, ilyen színnel. Tehát nagyon sok minden van benne. Amit lehet, hogy én nem tudtam mindet kifejezni, hogy ez mire jó, de ha az ember végig gondolja, akkor láthatja, hogy tényleg nagyon sok gondolkodási művelet, tehát eleve a programozásnál, az iránygyakorlatok, a történetmesélés, szövegalkotás, akár egy időrendi feladat, tehát el tudom képzelni, hogy mondjuk a regény eseményeit írom le, és össze-vissza, és akkor közd össze a helyes sorrendben. Magyarul. Én eddig még csak olyan, tehát egy-egy blogot találtam, ahol arról beszélnek, hogy ez az utóbot létezik, tehát ilyen tanórai megoldásokat még csak külföldi oldalakon láttam. Na, akkor Mónikával egy rugóra jár az agyunk. Meg el tudom nagyobbaknál azt is képzelni, hogy tényleg különböző film élményeik vannak, és azok szereplőit, ha belevisszük, akkor az ő számukra az már érdekes, és hogy milyen történetet kreálnak köré. Úgy, hogy mondjuk az ne legyen azonos a filmmel. Tehát, hogy nagyobbaknál én ezt tudnám elképzelni. Még úgy látom, hogy... Jutnak. Még annyit szeretnék közben elmondani, hogy a kódolás hete az egy hetes volt, legalábbis tavaly, én úgy gondolom, hogy előtte is, és most azonban két hetes időben fog megtörténni az, hogy mi kódolással, programozással foglalkozunk kiemelten, esetlegesen ebben a két hétben.